Gyimóti Tamás mesterszakács és Farkas Rihárd séf volt az októberi Storytime vendége. A gasztronómia két jeles pápai származású képviselője mesélt a saját tapasztalatokról, az új séf generációkról, trendekről, konyhai érdekességekről. Gyimóti Tamás szülei kérésére indult el ezen a pályán. Nekem ez egy evidens dolog volt. A szüleim 1988-ban megnyitották a város első magántulajdonú termét, és mondták, hogy a nagy gyerek pincér lesz, a kis gyerek szakács lesz, viszitek majd tovább a családi vállalkozást. Én pedig azt mondtam, hogy oké, legyen így, ezért lettem szakács. Jó döntés volt? Nem bántam meg. Nálam ez olyan volt, hogy tudod, evés közben jön meg az étvágy néha, és elkezdtem az iskolát, és aztán később megtetszett a konyha, megtetszett az alkotás öröme. Melyik a kedvenc részed a főzésből? Hát ha már mondtam az alkotást, akkor ez valamilyen új dolgot kreálni, valami újat kitalálni, valamit, ami előtte nem volt. Ez mindig izgalmas, és ez mindig rejt valamit, és ez addig motivál, amíg el nem érem azt, hogy igen, na ez most nekem jó, ez tetszik. Ez a közönségnek is tetszik, örülnek neki, utána már nem érdekel, akkor jöhet a következő. És az ételeidben mennyire, milyen százalékos arányban van jelen a hagyománytisztelet és az újítás? Jelen van a hagyománytisztelet, azt hiszem talán nagyobb arányban. Az újítás az nem lehet teljesen kifordítani mindent önmagából és teljesen újat kreálni. Az kicsit olyan idegenként fog hatni. Muszáj az, hogy az ízre, formára azért ráismerjen az ember, de valamit bele kell csempészni, ami más, mint ami előtte volt. Ahhoz képest, amikor te kezdtél szakácsként akár tanulni, dolgozni, most már nagyon megváltozott a konyhák nagyon világa. Rettenetesen. Milyennek látod most? Örömtelinek. Nekem kitárult tőle a szívem. Amikor én kezdtem, akkor a szakácsok nem adták ki a titkaikat. Hogyha így figyeltem, akkor elrejtette, hogy ne lássad, és akkor nagyon nehéz volt fejlődni, mert az újdonságok, hogyha valaki valami újat, valami szépet, valami jobbat kitalált, akkor azt megtartotta magának, és ő próbált vele érvényesülni. Ezzel szemben most pedig kitárulkozott a világ, és mindenki inkább meg akarja mutatni, hogy mit tud, ezért sokkal könnyebben lehet fejlődni, ezáltal berobbant az elmúlt 10 évben. Otthon a konyhákban az emberek bátran kísérletezgetnek. Ez a nagyon jó dolog az én időmben. Amikor én kezdtem, vagy amikor én tanultam be, akkor ez teljesen más volt. És te most hogyan főzöl? Miként főzöl? Kinek főzöl? Hát leginkább magamnak, én már a vendéglátásban nem vagyok jelen. Inkább enni szeretem, a leginkább finom ételeket. A hétköznapokban szerencsére édesanyám főztjével el van a család, és hálás is vagyok ezért, hogy hazai ízeket tudok kóstolni. Ha lehetőségem van, akkor próbálok egy kicsit a kulináris élmény felé elmenni. Lehet az akár egy finom pizza is, de mondjuk a Ricsinek a főztje például. Kóstoltad? Kóstoltam. Ő nem tudja. Ó, nagyon jó. Nagyon jó. Kedvenc ételed? Nem tudok konkrétan kedvencet meghatározni, ahogyan idősödtem, a könnyebb ételek egyre inkább vonzanak, még mint régen egy ilyen jó, ropogós, remegős csülök tudott teljesen lázba hozni. Most már ez nem. Most már inkább a halas, tengeri dolgok, könnyebb dolgok, sok zöldség, mediterrán jellegű étrend. Ez most már jobban. Farkas Rihárd elmondta, ő is szülei tanácsára választotta a szakács pályát. A gasztronómia az mindig fontos szerepet játszott az életünkben. A mai napig jó szívvel gondolok vissza a nagymamámnak a főztjén a Vajda lakótelepen. Édesanyám, amikor a Csutarás utcában sütött, főzött, amíg mi a focipályán kergetőztünk. És én az Erkel Ferencének zenei általános iskolába jártam, nagyon sokat rajzoltam, festettem, és én nagyon szerettem volna művészeti iskolába menni. Aztán édesanyámék tanácsára választottam végül a szakácsiskolát. Azt már Győrben, és gyakorlatilag így az iskola is már olyan volt, hogy
Az osztályfőnököm mondta, hogy a vendéglátás nem olyan embereknek való, mint én, mert hogy akinek hosszú a haja, meg szakadt a nadrág, az nem a vendéglátásba való. És igazából nekem se egyből egy ilyen szerelem volt, hanem így szép fokozatosan elkezdett érdekelni, elkezdtem tanulni, rájöttem, hogy meg tudok ezt csinálni, azt csinálni, és mindig szerettem volna egy picit jobban. És amikor elvégeztem az iskolát, akkor gondoltam, hogy irány Budapest, akkor meg ugye a fordítottja volt a mostani munkaerőpiaci helyzetnek, úgyhogy aztán alkalmi munkák és egy elég komoly kudarc után ismét hazahozott az utam, hogy édesapám mellett dolgozzak, amíg ezt kicsit kipihenem. És hát gyakorlatilag a szakmai pályám egy pápai kifőzdéből indult, ahol nagyon rövid időt töltöttem el, aztán onnan kerültem Győrbe, Budapestre, ott már toppéttermekben dolgozhattam, illetve a párommal, aki most már a feleségem, kiköltöztünk Barcelonába, ahol a világ egyik leghíresebb séfjének is dolgozhattam a Michelin csillagos éttermébe, és onnan hazatérve pedig az Őrségben kezdtem el már séfként dolgozni. Sok remek szakembertől tanult, és úgy alakította ki egyéni stílusát. Jelenleg szabadúszóként dolgozik. Szerencse is kell, hogy az ember megtaláljon, vagy megkapjon egy-egy lehetőséget, viszont azon túl meg rengeteg munka. Én nagyjából most már ilyen 10 jó pár éve kezdtem a szakmai pályámat, ami azt jelenti, hogyha normál mércével mérjük is, azt gondolom, hogy ilyen 35 évnek való munkaórát már biztos, hogy ledolgoztam. A mentalitás, ami a legfontosabb, hogy valaki maximalista legyen, hogy mindig törekedjen arra, hogy újat tanuljon, és hogy mindig megpróbáljon saját önmagánál napról napra egy picit jobb lenni. És hát amit még ilyen helyeken megtanul az ember, az mindenképp a fegyelem, a tisztaság és a rendtartás, illetve maga a munkamorál, a koncepció, a rendszer, amiben dolgoznak, úgyhogy ez tényleg rengeteg munka, és sokszor akár egy kívülállónak ilyen felfoghatatlan, vagy éppen filmvászorra való. De nagyon sokan ismerhetik televíziós műsorok zsűrieként. Mint mondta, az, hogy kinyílt az éttermi konyhák világa, kétélű dolog. Konyhák nagyon sokáig egy ilyen zárt világ voltak, és amikor ez egy picit így kitárulkozott, és jött ez a konyha rockstar életstílus, illetve a különböző főzőműsorok, nekem is hatalmasat adott így a népszerűség terén, amikor a Masterchef-ben zsűrizhettem, illetve a séfek séfjébe is több évad döntőjébe. És azt szoktam mondani, hogy ez egy picit kétélű dolog. Egyrészt nagyon-nagyon jó, hogy népszerűsíti a szakmánkat, és egy picit ilyen edukatív tud lenni a gasztronómiát illetően. Másrészt meg egy picit negatívum is, mert ugye egyből mindenki a 10 millió széltamás országa lesz, és hogy a fiataloknak is amellett, hogy kedvet adhat a szakmához, azért ezek a műsorok nem mutatják meg a szakmánknak azt a részét, amikor igenis végig kell járni a lépcsőt, és nagyon sokat, nagyon szorgalmasan, alázatosan kell dolgozni. Mi a kedvenc étele? Van kedvenc étele? Hú, nem tudnék kedvencet mondani. Vannak örök kedvencek, nagyon jó vendég vagyok. Amit megfőznek, elém raknak, én azért nagyon hálás és boldog vagyok. Talán ami így pápához köthető, az a cicege. Abban is egyetértett a két vendég, hogy a jó konyha legyen az éttermi vagy családi legfontosabb alapszabálya, a friss helyi nyersanyag.